Ahogy ígértem, folytatjuk a fehérvári beszélgetéseket Fanándorral, mert hogy hát van miről beszélgetni bőven. Jó estét kívánok! Ismét üdvözlöm a stúdióban. Hát nagyon-nagyon sok mindenről beszéltünk az első nagyjából 25 perc során. Ami bennem mindenféleképpen fölmerül még kérdésként, ugye ez egy nagy... Ez a Vendégló projekt, ez nem arról szólt, hogy november elején elindultak, és február 8-án célba érkeztek, hanem ez egy nagy 4 éves projekt volt. Újra belevágna? Az igazság, hogy amíg az ember az elhatározástól eljut odáig, hogy lesz egy versenyképes hajója, és a versenyképességben nem csak az van benne, hogy gyors és biztonságos, hanem az is, hogy elfogadják, megfelel a szabályoknak, és egyszer csak kap egy ilyen bizonyítványt, hogy odaállhat és elrajtolhat, addig nagyon-nagyon hosszú út vezet, és hihetetlen sok keserves vizsgálattal, helyenként cseszegetéssel, ahogy tetszik. De hát elvileg minden értünk történik, és ezer és egy olyan szabály van, amit mind értünk történik, de ugyanakkor a rendezőség szeretné önmagát lebiztosítani mindenféle felelősség elől. Tehát ezeknek meg kell felelni, és hát az esetek nagy részében a rajtig eljutni az hosszabb és küzdelmesebb, mint maga a vitorlázás, később a verseny. Persze egyiket sem szabad lebecsülni, de esetemben, ahol nem profik terveztek, aztán profi hajóépítőcég építette, hanem magamnak kellett mindent megcsinálni, nekem ott csak egy teljesítésváltás történik, amikor kezdve a felkészítésnek vége van, és attól kezdve én vagyok a vitorlázó, és megyek, és vitorlázok vele. Tehát ez egy hosszú, nem mondom azt, hogy keserves, de nagyon munkás 4 év volt, amit én tudatosan vállaltam, tudatosan és sok örömmel csináltam végig. Azért ennek a 4 éves küzdelemnek olyan szakaszai voltak, amik hát azt a fajta katartikus örömöt nem lehet megélni úgy, hogy nem fizetem meg az árát. Tehát amilyen örömmel érkeztünk mi meg Barcelonába, amilyen örömmel érkeztem én meg Szabdolomba egy 13 méteres gázcsővel azután, hogy letört az árbocom Madeira mellett, és bemenekültem Madeirára, ott állítottunk egy ilyen vascsövet, pár hegesztéssel összeraktuk, néhány kötéllel rögzítettem, ráhúztam a legkisebb vitorlákat, és 11 nap alatt visszavitorláztam Szabdolomba. Ez volt a Transat Jacques Vabre. Hát nem, ez nem? Ja, Jacques Vabre-nak alatt letört, aztán utána jöttünk vissza. Tehát az a visszaérkezés az egy komoly öröm volt. Tehát egy olyan teljesítés, amit az ember csak kényszerből csinál, és amikor sikerül, akkor ez egy nagy öröm. És hát beleértem ebbe a Vendéglóbnak a befutását is. A rajt előtt, a rajt, aztán a verseny alatt tele van az ember várakozással, küzdelemmel, feladattal, és hát másodpercekre se nagyon hagyja magát, hogy elragadtassa az öröm vagy a jó érzés, mert mindig azon gondolkodik, hogy jó, oké, most ez így nagyon szép, nagyon klassz, de mit kell nekem a következő másodpercekbe, percekbe csinálnom ahhoz, hogy rendben menjen minden tovább és kellő biztonsággal. Úgyhogy amíg be nem fut, addig nincs ez a felszabadult öröm. De ott viszont aztán annál inkább, hogy jön a család, a barátok, egyszer csak szembesülök azzal, hogy véget ért. Véget ért ez a 90-valahány napos küzdelem, és itt vagyok, és mostantól kezdve egy nagy levegő, és élvezhetem mindannak a gyümölcsét. Tehát az egy olyan szintű öröm, olyan szintű katarzis, amit nem lehet ennélkül a küzdelem nélkül megélni. Minél több a küzdelem, minél keservesebb az út odáig, annál magasabb szintű az öröm utána, ha megéri az ember. Hát én szerencsés vagyok, mert megértem, és óriás örömökben volt részem, de hát ez ezrelékese az összidőnek. De megéri. Azt én gondolom, meg látszik is, de az jutott eszembe, ugye, hogy ez a Spirit of Hungary és a Vendéglo projekt, ez ahhoz képest mondjuk amekkora apparátussal Alex Thomson vagy Armel Lecléache dolgozik, ugye ők nem gondolom, hogy hajót terveztek volna, nem gondolom, hogy hónapokig építettek volna egy új árbócot, hogy nekik vajon okoz ugyanilyen katartikus örömet a célba érkezés? Most tegyük félre, hogy nem, nyertek. Nem, biztos, hogy nem. Ugyan láttam az Armelen, hogy eltört a mécses neki, amikor befutott. Úgyhogy a saját személyes ambíciója az nyilván ilyen módon kiteljesedett, és egy óriási megkönnyebbülés volt számára, hogy így harmadszorra végül sikerült nyerni.
Az Alex Thomson személyes jó barátom, úgyhogy nagyon jól tudom, hogy mit, hogy él meg. Neki nagyon nagy örömei vannak, ő mással küzd, ő egy nagyon érdekes reklámszakember, aki egy személyben gründolja össze az egésznek a pénzügyi hátterét. Neki nem úgy van szponzori szerződése, akár a Bosszal, akár a Mercedes-szel, hogy adnak neki pénzt, itt van fiam, költsd el, aztán majd valami lesz, hanem ő neki szerződései vannak, és teljesítés és forgalom növelés függvényében részesül, és úgy gazdálkodnak. Tehát az Alexnek egy nagyon szigorú pályán zajlik az élete, és ugyanúgy nyilván nagy örömei vannak, ha sikerül, de az tény, hogy ezek a srácok nem terveznek hajót, nem építenek hajót, nem állnak oda árbocot készíteni, és sok mindent nem csinálnak, mással foglalkoznak, vagy vitorláznak közben, vagy éppen a költségvetés rakja össze, hogy azt a 20 embert el tudja tartani, aki körülötte a csapat. Ezek nagy csapatok. Akár a Bankpopnak, akár a Massifnak, akár a Bossnak, mindegyiknek óriási csapatai vannak, ahol 3-4 ember egy szakértő, a kötélszakértő és 3-4 ember, a vitorlakészítő, a kompozit munka, a bármelyik szakterületnek megvannak a maga emberei, beleértve odáig, hogy kifelelős a kamerákért, hogy működnek a kamerák a hajón kívül, belül, árbocon, hátul, elől, és ezek működnek. Szóval ez egy másfajta csapat, másféleképpen építkezik, másfajta örömöket élnek meg, de azért ebben a Vendée Globe-os mezőnyben mindenki megküzd az eredményért. Szóval nincsenek könnyű utak. Világos, de akkor megfordítom a kérdést, mert hogy nyilván adott esetben ebben a 4 évben, amikor mondjuk például ezt a bizonyos árbocot kellett építeni, vagy ugye voltak egyéb más problémák a 4 év folyamán, akkor nyilván az embernek olykor eszébe jut, hogy hát most az Alex Thomsonnak a profi csapata, ha itt lenne, vagy ha nekem is olyan csapatom lenne, de hogy jól értem, hogy azért így most már utólag, annak a katartikus élménynek vagy örömnek a tükrében, ami a Leszabdoloni célba érkezésnél volt, nem biztos, hogy cserélne velük? Hát én nem tudom, hogy ők mit élnek meg, így nagyon nehéz eldönteni, hogy cserélnék-e. Nem valószínű. Azért ezt a teljesítményt, amit ők tudtak produkálni menetben, tehát ők egészen más típusú hajókkal versenyeztek, de utólag mind a ketten, sőt többen is azt nyilatkozták, hogy ezek a hajók, ez a rémálom. Ez az uszonyos űrhajók, amikkel ők mentek, ez egy ilyen rejtett trimoránnak mondom én. Ez a szabályoknak ugyan megfelelt, de igazából mégsem. Olyan teljesítményre volt képes, amire egy hagyományos hajó, mint az enyém, ami minden szabálynak megfelelt, az enyém nem képes rá. De ezek a srácok nagyon keményen megadták ennek a teljesítménynek az árát, azért ez nem volt könnyű pálya egyiknek sem, de másként léteznek, másként élnek, máshol teszik le az árát a teljesítménynek. Az én pályám ilyen, amilyen, mert nekem erre van lehetőségem, nekem a sorsom ezt teszi lehetővé, nekem annyi pénzem sose lesz, akkor a költségvetésem sose lesz, hogy nagy csapatot tartsak, hogy megrendeljek egy hajótervet, aztán megépítessem valakivel, és megrendeljem a késztőkes, úgy megrendeljem a készárbócot, csak ráteszem, összerakom, a szakemberek ott nyüzsögnek, és egyszer csak úszik, és rendben van, és nekem vitorláznom kell. Ilyen nekem sose lesz. De amilyen pályán én járok, ahogy csinálom, végül is odaértem, és nem is rossz teljesítménye, és nekem olyan időszakokban is nyújt örömet, amikor nekik nem. Tehát amikor én egy árbocot megcsinálok, fölrakom a hajóra, és passzol, és jó, és klassz közben is, meg akkor is, az nekem olyan részörömek, részsikerteljesítmények, amik nagyon-nagyon fontosak, és nem vagyok benne biztos, hogy ők ezeket a részleteket ugyanígy élik meg. Más módon működnek, más rugóra működik egy francia vagy egy angol csapat, ahol sokkal inkább a szponzornak az ambíciója, a Vendée Globe-on való megfelelés, az ott lét, a jelenlét, és ők fölállítanak egy csapatot, a lehető legprofibb csapatot, és úgy választanak skippert, aki fizetésért vitorlázik. Ezek a srácok profi vitorlázók, akik hajósztályról hajósztályra mennek előre, és kapnak megbízást, és végül egyszer csak ott találják magukat az Imoca 60 lábasban, és fizetésért vitorláznak. Aztán, ha nem úgy sikerül a teljesítmény, akkor ugyanígy menesztik őket, és jön a következő. Ott nem a skippernek az egyszemélyi teljesítménye az, hogy végigmegy, és ott van. Neki más pályát tesz lehetővé az ottani, ha úgy tetszik, versenyipar,
Franciaországban ez egy iparág, ez a versenyzői, rendezői és indulási iparág. Az esetemben ez az én egy személyi ambícióm, és végig verekszem magam A-tól Z-ig, odaérek, teljesítem, és sok-sok fázisban nagyon sok örömet és szépséget nyújt. Ugyanakkor nagyon elégedett vagyok magával az egész életemmel, hogy én ezzel foglalkozhatok. Ugye azt is nyilatkozta, hogy nem vállalt felesleges kockázatot egyszer sem. Ezt akkor most így utólag is... Hát szándékosan nem, de valójában én, dehogy nem. Hát irdatlan mennyiségű kockázat van egy ilyen útban, akár közben is, amíg egy transatlanti kvalifikációt az ember megcsinál, és az előversenyeket megcsinál. Tehát a Barcelona World Race-en ott egyáltalán nem volt biztos, hogy egyben visszaérünk, hogy a hajó visszaér, vagy mi élve megúsztuk, olyan problémáim voltak, de megúsztuk. Tehát ez nagyon-nagyon fontos dolog, és tudatosan nem vállaltam kockázatot, de megtörtént velem nagyon sok minden, ami viszont kockázatos volt. A nemzetközi vitorlázó társadalom, az hogy látja az ön teljesítményét? Hiszen ez egy saját tervezésű, nagyon sok munkával, nagyon sok saját munkával létrehozott saját hajó tulajdonképpen. Tehát egy ízig-vérig magyar történet. Igen. Nekünk van egy Balatonunk, amit imádunk és szeretünk, de hát óceántenger, akkora, amekkora, és hogy ugye ezzel szemben pedig ugye jó néhány hajó elvérzett, célba sem ért. Igen. Ön meg nem, hogy célba ért, hanem még ugye nyolcadik is lett. Igen, szóval itt azért... Milyenek a visszhangok? A személyi felelősséget és sikert nem lehet kikerülni. Ha én arra vagyok kíváncsi, hogy a nagyvilág mit gondol az én teljesítményemről, akkor a szaksajtónak a véleményét kell elolvasni, illetve hát azokra az ellenfelekre kell odafigyelni, mint Armel Lecléache vagy Alex Thompson, hogy ők miket nyilatkoztak. És hát nekem nagy élmény, nagy öröm, hogy ezek az emberek a legmagasabb szintig szuperlatívuszokban minősítették a teljesítményt, ők tudják nagyon jól, hogy mit jelent az önállóan tervezni, építeni egy hajót, odaállni vele, és így teljesíteni, ahogy nekem sikerült. Nekik ez sokkal érthetőbb, mint sok kívülálló embernek, mert hát ők pontosan tudják, hogy a csapatuk milyen munkát végez el, és ő azt is tudják, hogy ezt én egyedül csinálom. Azt is tudják, hogy mennyi küzdelem a megvitorlázás eljutni odáig, aztán végigmenni a versenyen, és minden szegmensét ők tudják nagyon jól, hogy én esetemben én csinálom, és ők megnevezve értékelték és elismerték ezt a teljesítményt, aminek én nagyon örülök. De én azt gondolom, hogy ezzel alapvetően az átlagember is elismerte az ön teljesítményét. Hát nagyjából meg tudta ítélni, hogy ez mi lehet. Én olvastam olyan hozzászólást a közösségi oldalon, hogy önnek olyan fogadtatás, elismerés és minden egyéb járna, mint az olimpiai bajnokoknak. Nem összehasonlíthatók a teljesítmények. Az olimpiai sport az egy más típusú sport, másfajta gépezet áll mögötte. Ott egy nemzet áll a sportolók mögött, és a sportolók a nemzetet képviselik. Az én hajómnak az a neve, hogy Spirit of Hungary, és ez egy nagyon érdekes dolog, hogy ez úgy keletkezett, hogy amikor elkezdtünk itthon tervezni, aztán építeni, aztán beszereztem a karbont, amit szintén csak Magyarországon gyártottak, akkor annyira magyar specifikussá vált a történet, hogy a feleségem is, és még néhányan a baráti körből azt mondták, hogy tulajdonképpen ez egy ilyen igazi magyar történet, ez a Spirit of Hungary, és akkor milyen jó hangzik, hogy a projektnek adtuk ezt a nevet, hogy a Spirit of Hungary Sailing Projekt. De hát a hajónak még nem volt neve. És egyszer csak aztán azon kaptuk magunkat, hogy rajta ragadt a hajón, és ettől kezdve a hajót is úgy hívják, mert ez a legtermészetesebb. Mert hát egy nagyon sajátos magyar utat jártunk be, és úgy gondoltuk, hogy nem szégyen azt mondani, hogy ez a magyar szellem, hogy mi itt a magunk meglehetősen szerény viszonyai között tudtuk teljesíteni azt, amit mások egy egész iparággal tudnak teljesíteni. És így lett aztán ebből egy ilyen Spirit of Hungary, és ugyan ez azt feltételezi esetleg valakiknek, hogy emögött ott áll a nemzet, de emögött mi állunk ott páran, akik ezzel foglalkoztunk. Az más kérdés, hogy számomra nagyon megtisztelő, hogyha
egy ilyen nemzeti áthallás van ebben, tehát képviseltük adott esetben a nemzetünket, úgy, mint egy olimpiai sportoló, de én nagyon másnak gondolom az én teljesítményemet, mint egy olimpiai sport teljesítmény. Milyen érzés volt az, amikor a célba érkezés előtt az első hajókat, az első vitorlákat, vagy az első motorcsónakokat meglátta? Először egy olyan hajót láttam meg, amiről tudtam, hogy ez a szabdolini életmentőknek a hajója. És először még csak azt gondoltam, hogy véletlen arra járt, mert ezeket járőröznek időnként, és figyelnek a hajókra. De aztán oda kanyarodott hozzám, és azon már olyan emberek voltak a rendezőségből, akikről már tudtam, hogy ezek nem az életmentők, hanem ez annál több. Aztán megjelent egy hajó, még egy hajó, még egy hajó, még egy hajó, megjelent a saját motorosom, a saját csapatommal, egy másik motoros megjelent a családommal, és hát ez csak azon kaptam magamat, hogy egy flotta vágtat körülöttem. Jó szél volt, jó szél, ilyen 15-17 csomós sebességgel mentem a part felé, és ezek a hajók ott teljes sebességgel nyomták mellettem hullámról hullámra, és olyan igazán impozáns volt. Tehát tényleg egy ilyen motoros hajó flotta siklott ott körülöttem a hullámokon, és hatalmas érzés volt. Látni őket gyönyörű volt, én viszont videóztam őket, ők engem, és hát volt nagy ugrálás, meg örömködés a hajókban is, meg az én hajómban is. Mindaddig csak jöttek körülöttem, amíg át nem mentem a célvonalon, utána aztán följöttek néhányan a hajóra segíteni is a csapatomból. Hát ez ilyen megfogalmazhatatlan élmény. Volt szerencsém azt írni az utolsó naplomban, hogy az örömnek nincs mértékegysége, és nagyon nehéz. Szóval most azt mondom, hogy egy 100-zal örültem, akkor ez nem mond semmit. És nagyon nehéz szavakba önteni, hogy milyen érzés keríti hatalmába az ember, de valami egészen rendkívüli, ami a hétköznapok során nem fordul elő. Bocsánat, de kívülről kicsit olyan volt, mint, tehát úgy ugrált, mint a kisgyerek, aki megkapja mondjuk karácsonyra azt az ajándékot, amit nagyon szeretett volna. Tulajdonképpen és ugye a gyerekek nagyon tudnak őszintén. Igen. Én is viszont nézem a videót, és rácsodálkozok, hogy ott van ez az öreg csákó, és ott ugrabugrál, mint egy 10 éves gyerek. Igen, ezt váltotta ki belőlem ez az érzés. Ez nagyon földön túli szép, a teljesítésnek az öröme, a megérkezésnek az öröme, az újra találkozásnak az öröme. Ez ilyen hatványozottan összerakódnak a szépségek, és ebből egy ilyen óriási örömcsomag keletkezik, ami mindezt kiváltja az emberből, és akkor még ki se fejeztem igazán. Az, hogy kicsit ott ugráltam a fedélzeten, ez nem adja vissza azt a fantasztikus érzést, amit ez az egész megérkezés okozott. Szóval ez egy ilyen nagyon-nagyon összetett és óriási örömérzet volt. És hát én gondolom, hogy akkor aztán igazán meglepődött, amikor azt a hatalmas piros-fehér-zöld Székesfehérvár feliratú zászlót meglátta. Hát, hogy őszintén nem csodálkoztam, és mégis, mert már nagyon messziről látszott, még az épületek látszottak csak, amikor én a múlót már láttam, mert én ismerem a kikötőt, nekem anyakikötőm Szabdalon, tehát sokat vitorlázok ott. És egyszer csak azt láttam, hogy ott az óriási kő móló végen ott van egy focipályányi magyar zászló nagy Székesfehérvár föliratta, és hát elképesztő volt, hogy még ötletem sem volt rá, hogy raktátok oda ki azt. Zseniális volt, és persze ez egy adaléka annak, hogy az ember aztán úgy örült ennek az egésznek, ahogy örült. Hát, viszont látni azokat az embereket, akik számomra fontosak, és akiknek én fontos voltam, mert hát akik oda jöttek, azoknak nyilván fontos volt a történet. Ez az egész együtt bámulatosan szép napra sikeredett. Este volt ünneplés, vagy hogy nézett ki az első szárazföldön töltött este? Igen, az egész csapat összejött, az én saját csapatom, a családom, a rendezők, akiket meghívtunk, és nagyon sok olyan ottani barát, akikkel folyamatos kapcsolatban vagyok, és a kikötőnek van egy saját klubháza. Ennek a klubháznak a nagy termében egy élő zenekaros nagy bulit szerveztek, ahova én csak beestem. Elmentünk egy szállodába, megérkezés után ott megfürödni, átöltözni, és akkor mondta a feleségem, hogy na, ülj be az autóba, elmegyünk valahova. És akkor egyszer csak ott találtam magam, hogy a buli kellős közepén bevonultam, és ott nem tudom, hány száz ember ott ünnepelt, és utána egy fergeteges ilyen élőzenés, igazi, a szó nemes értelembe véve buli volt éjjel kettőig, ahol én nem emlékszem, hogy telt az idő. Anélkül, hogy berúgtam volna, el voltam varázsolva teljesen, mert hát emberileg zseniális volt az egész.
Most akkor hogyan tovább? Hát most itthon vagyok, nyilván kötelezettségeimet és kellemes kötelezettségeimet teljesítem, mint például itt, és sajtótájékoztató, média jelenlét. Ezek fontos dolgok, mindaddig, amíg ez érdekes, addig nekem el kell mondanom, amit gondolok és ami történt. Vannak különböző szponzori kötelezettségeim, azokat is teljesíteni kell. Rövidesen egy hét múlva visszamegyek Franciaországba, és ott van, ugyanígy vannak kötelezettségeim, van egy párizsi rendezvény kötelezettségem, ami az amerikai támogatóm fele egy rendezvény. Utána visszamegyek a hajóhoz, a hajónál azért elég sok dolog van, hogy rendbe tegyem. Most azért úgy hagytam ott, hogy még nincs igazából minden elrendezve, kicsit le kell könnyítenem az árbócot, a kötélzetet, elrakni dolgokat, kimosni még sok mindenből a sót. Aztán elkezdem megszervezni, hogy majd nyáron szétszedjük a hajót, felújítjuk teljes egészében, és előbb-utóbb majd el kell döntenem, hogy a hajónak hogy alakuljon tovább a sorsa. Nyilván versenyezni fog, nyilván valakivel fog versenyezni, mert velem már nem. Én úgy gondolom, hogy nekem lezárult itt a pályafutásom, ez a típusú pályafutásom. És hát ezt el kell dönteni majd, de hát ez a jövő hónapoknak a programja, hogy a hajót rendbe tenni, és eldönteni, hogy hogyan tovább. Én nem zárom ki, hogy még versenyezzek, de nem a saját hajómban, saját ambícióból, hanem ha mondjuk olyan csapatból kapok meghívást, hogy co-skippernek szálljak be egy versenyre, mint mondjuk az Alex Thomson, vagy bármelyik menő francia hajó, annak azért nehezen állnék ellen. Velük szívesen elmennék együtt versenyezni, de az már nem az én programom, nem az én felelősségem minden A-tól Z-ig. Ott beszállok és csak versenyzőként teljesítek egy versenyt, és utána felülök egy repülőre, és eljövök haza. Azért az a más sztori, és arra még nyitott vagyok. De az, hogy önállóan én felkészítsem a hajót, és odálljak egy versenyhez, ez a pályafutás lezárult az életemben. Hát ebből kiderül, hogy dolog az van bőven, meg lehetőség is, de cél van-e, vagy lesz-e? Mert én nem úgy ismertem meg Van Andort, hogy csak úgy ezt a hátlévő 30-40 évet, ezt már csak úgy el... Könyörgöm bárkinek. Nekem folyamatos cél reggel fölébredni, elmenni a munkahelyemre, ami az én saját vállalkozásom, és megtenni mindazt, amit egy szárazföldi embernek, egy embernek meg kell tennie. Élem a normális szárazföldi életemet, és minden nap vannak céljaim, minden nap vannak apró cseprő keserveim, sikerélményeim. Élem tovább a normális hétköznapi életemet, amit előtte is éltem, és jól éreztem magam benne. Most volt ez az extrém teljesítmény, aztán visszatérek a hétköznapi normális életemhez, amit nagyon szeretek. Imádom a családomat, imádom a munkámat, és ebben megtalálom mindezt az örömet, amit a jövőben szeretnék. Hogy mit tartogat még számomra az élet extrém oldalon, ezt nem tudom ebbe például megítélni. Lehet, hogy még tartogat, lehet, hogy már nem. Meglátjuk, majd alakul, de ígérem, hogy nektek fogom először elmesélni, hogyha valami olyan esélyt kapok még egyszer az élettől, hogy valami nagyobbat domborítsak. De ez nem csak azon múlik, hogy én mit szeretnék. Ahogy most ez a 4 éves ciklus is úgy indult, hogy kaptam egy magas labdát egy amerikai cégtől, hogy Nándi, ha akarsz valamit, akkor odállunk mögéd, mert ez egy állati izgalmas dolog. És erre azt mondtam, hogy igen, hajrá, akkor csináljuk. Ha ilyen esélyt kapok esetleg az élettől, még erre nem fogok hátat fordítani, hanem állok elébe teljes energiámmal, de ez a teljes energia azért ez fogyó. Azért én nem leszek ennél fiatalabb. Hiába vagyok sportos, azért a test már sok mindent nehezebben él meg, mint 40 éves koromban, vagy 30 éves koromban, de még mindig sok mindenre alkalmas. Úgyhogy mi meglátjuk, mit hoz a jövő. És akkor most a család kerül a fókuszba? Család, cég, igen, munka. Én élvezem a munkámat. Újabb kikötőket építünk, pontonokat gyártok, exportra, itthonra, és én minden egyes munkámat ugyanígy élvezek. Ez jó hallani. Mm. És hát így, én azt gondolom, alapvetően így kell csinálni. Így nekem ez a normális emberi lét. Hát vannak extrém és kiemelkedő momentumai, aztán van sok-sok egyszerű hétköznap, és az egyszerű hétköznap alatt, napok alatt az embernek ugyanúgy teljesíteni kell, és abban ugyanúgy megtalálja az örömét. Én ugyanúgy megtalálom az örömet. Lehet, hogy nem fogok ugrabugrálni egy hajófedélzetén, de attól még
a maga módján minden egyes nap tudok örülni annak, ha aznap alkottunk valamit, csináltunk valamit, ami más embereknek megkönnyíti az életét. Nekem ez cél és életcél. Olyanokat alkotni, létrehozni, megteremteni, ami másnak megkönnyíti az életét, mert erről szól. Erről szól a közösségi élet, hogy én csinálok valamit, ami neked kell, te csinálsz valamit, ami nekem kell. És ha ez rendben működik, akkor egy társadalomnak jól épült fel az élete. Ha ebben van nekem dolgom, azt örömmel csinálom, és ha ebben elérem azt, hogy létrehozok valamit, ami másoknak jó, akkor az nekem nagy öröm. Hát én azt hiszem, hogy ezzel az elmúlt 4 évvel, meg a Vandé Globe-bal és a célba érkezéssel szerintem sok mindenkinek sok örömet okozott, úgyhogy nagyon szépen köszönjük, mert én szerintem valóban nagyon sokan követték végig ezt a 4 évet, meg ezt a 93 napot és egy néhány órát. Hát én hadd köszönjem meg mindazoknak, akik engem támogattak fizikailag bárhogy, csak lélekben, és küldtek nekem üzeneteket, és erősítettek abban, amit csináltam. Nagyon-nagyon hálás vagyok ezekért a megerősítésekért és támogatásokért. Mindenkinek köszönöm a segítséget. Mi pedig köszönjük, hogy itt volt, és akkor jó egészséget, és hát sok boldog pillanatot kívánok még az életben. Hajrá tovább! Hajrá előre, ez egy jó végszó volt. Hajrá tovább önöknek is előre, ez volt már a fehérvári beszélgetések, viszontlátásra.